Szevasztok, 480 CD Projekt, harmadik rész. Nekiállok faragni a hengert, úgyhogy nézzük is. Készítettem két darab pogácsát az esztergán, ezek lesznek segítségemre a kipufogó és a felemlő nyilás magasságának a beállítására. Méghozzá ezeket a méreteket úgy kaptam meg, hogy betekertem a kívánt szögértékre a főtengelyünket, aztán bemértem gyertyanyíláson tolómérővel, és feltekertem felső holdpontra, és még hozzáadtam a squish értékét, és így kaptam meg ezeket a magasságokat, úgyhogy ezek pontosan lelettek esztergálva. Ezeket csak belehelyezem a hengerbe, mondjuk ez a kipufogóé, aztán ott látható, ez megadja a magasságot, meddig kell felfele mennünk a kipufogó nyilással. Úgyhogy ezt most itt neki is állok megmunkálni. Ez a művelethez ezt a két gépet fogom használni. Sima bobdenes csiszolót ezzel a fejjel. Meg a nagyoláshoz sima furógépet ezzel a fejjel. Vannak itt különböző fejek, ezek 3 mm-esek, ezek váltak be nekem a legjobban, ezt Kínából rendeltem, nagyon jók ezek a fejek, nagyon hatékonyan lehet vele dolgozni. Na, aztán álljunk is neki. Megint nem indítottam el a kamerát, hál' Istennek. Na, a kipu nyilás az méretem van, egyelőre így hagyom, és átmegyek egy felömlőre, lemegyek azzal is, az adott méretre, aztán vissza fogom rakni a hengert, és megnézem, hogy sikerült-e elérni a kívánt fokokat, aztán ha nem, akkor még lehet rajta variálni. Addig nem bántom a kipufogó nyilást, de lesz még bőven munka vele, úgyhogy átmegyek, átrakom a pogácsát. Ehhez ezt a gömbfejű marót fogom használni. Thank you.
méretem vagyok az egyik felemlővel is, úgyhogy visszarakom a hengert, aztán megmérem, hogy sikerült-e a dolog. Elmostam, kifolyattam a hengert, aztán gyors feldobtam a gépre, még hozzá gyűrűvel, úgyhogy megnézzük a kompresszió is most így mennyi. Aztán először nézzük meg, hogy sikerültek a szögek. Keresek egy nullát, amit meg is van. Állítom. Aztán nézzük a kiput, hol nyit. Mit kezd el nyitni? 95. Mutatom. Fok. Úgyhogy sikerült ezek szerint, de még megnézzük a felemlőt is. Az pedig itt nyit. Hogy nézem, 119. 118-at akartunk. De még egyszer megnézem. Ja, itt van. 119. Belefér, úgyhogy marad így. Lehet, hogy még egy picit megyek vele feljebb. De ez eddig jó. Nézzünk egy kompressziót. Na, 14 bárunk van, a 16 helyett, úgyhogy látszik, hogy ennyit számít. 2,4 mm-t mentünk feljebb a kipuval, és az mínusz 2 bár jelent nekünk. De jó ez így, úgyhogy maradhat. Levettem a hengert, közben már bejelöltem, hogy itt fogok rajt csinálni. Ugye ezt itt megszüntetjük, ez ki lesz marva, mindkét oldalon. És a hengertalba a felemlőjárat is ki lesz bővítve. Hogy látszik, itt bejelöltem, és innen fog indulni egy plusz felemlő innen-onnan.
azaz két felemlőt kap pluszba, itt bejelöltem nagyjából, oda le fog menni a szívónyílás alá, két oldalon, és ugye ez a bővítéshez kell nekünk marni majd a blokkból is, úgyhogy ja, folytatom a portolást, erről a videót nem csinálok, de közben azért meg fogom mutatni, hogy milyen a henger, hogyan tartok. Ez hosszadalmas munka, meg itt úgyse látnátok belőle semmit. Úgyhogy csinálom is. Na, a szívó nagyjából készen van. Szélesítések megvannak. Még majd kövezni kell. Ilyen lett. Kicsit azért nagyobb lett. Aztán most szerintem jöhet a szívó. Hát itt azért nehezebb dolgunk van. Ugye beleesik a két tőcsavarnak a helye is, meg az impulzus urat, viszont szerintem az impulzus uratot azt innen eltüntetem, úgyhogy azt majd valahonnan máshonnan megkapja. Úgyhogy nyomatom tovább. Elkészült ez is. Azért jóval nagyobb lett ez is. Na, meghagytam az impulzus uratot, úgyhogy meg lesz fúrva oldalról, aztán onnan lesz levéve az impulzus, mert itt nincs már fal, ahogy látható. Na, ilyen lett. Jöhetnek a felemlők, valószínűleg, hogy ezt innen lemunkálom legelőször, meg itt kimunkálom a hengertalpat, aztán jövök vissza. Felemlő készen is van. Így ugye kiszedtem a szoknyát. És azért ki lett bővítve rendesen. Azért volt erre szükség, mert innen fogom megindítani a plusz felemlőt lefelé. Úgyhogy ez ilyen. És nekiállok a másik oldalnak is. Meg szerintem bele is faragom a plusz felemlőt. Na, el is készült a hengerünk, úgymond 100%-osan, hogy látható, így néz ki. Megkapta a két plusz felemlő csatornát, úgyhogy készáru. Kicsit megugrott a maró, de nem baj, majd megposztáltam a tömítést, aztán kész. Ugye ezért volt nekünk szükségünk az egyűrűs dugóra, hiszen ennek itt középen van a stiftelése, és biztos, hogy nem fog beleérni a két felemlő csatornába. Olyat is lehet csinálni, hogy ez egy 281-es dugattyú, ugye ennek itt két oldalt van a stiftelése, hogyha ezt megfordítjuk 180 fokkal, tehát a stiftelésünk a kipufogó nyílás felé néz, akkor nem zavar bele ugyanúgy a plusz felemlőkbe. De nekünk a gyári dugattyún, a 480-as gyári dugattyúján itt középen van a stiftelés, az egyik, látható, úgyhogy ez most nekünk nem játszott, úgyhogy maradt az egyűrűs dugó. Na, úgyhogy ilyen lett. Szétkapom a blokkot, aztán kimunkálom a blokkfeleket ezen a részen. Ez fog következni. Gyorsan akkor nekiállok, szétkapom a gépet.
Na akkor húzzuk szét a blokkot ezzel a legújabb szerzeményemmel. Az oszlánc is annyiféle blokk széthúzó. Ezzel fogom széthúzni. Még nem próbáltam, úgyhogy itt az ideje kipróbálni. Úgyhogy jó alany lesz nekem ez a 480. Szépen jön szét. Rá kell segítenem. Oké. Szét is jött. Kinyomom belőle a főtengelyt, ebből a blokkfejből is. Melegítés nélkül könnyedén jön szét. Főtengelyünk az teljesen fasza. Jó, sőt. Illetve csak az egyiket, mert a másik az olajpumpában van. Csapályok is teljesen jó állapotban vannak. De cseréljük őket. Csapályat is megpróbálom ezzel kinyomatni, amihez én beraktam ide egy ilyen terpesztő csavart. Ezzel tudom terpesztetni a lehúzó végét.
kell neki adnom egy picit. És már jó is. Szépen hozza ki fel. Jöhet a másik oldal. Ezt is hozza szépen. És már később. Na, meg itt vagyunk. Na, úgyhogy elég masszív. Passz a kis holmi ez. Úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Aki szeretne vásárolni ilyet, azt nyugodtan keresse Oszlánci Sándort, őtőle lehet vásárolni. Aztán ugye, hogyha ez itt ki van tekerve, most nem tekerem ki, akkor kapunk egy lentkerék lehúzót, azt hiszem valamelyik stílhez. Sűrű menet van rajta, az előzőn az sima normál menet volt, nagyobb erőt ki tud fejteni, ugye. Úgyhogy nagyon szuper. Köszönöm Sanyi még egyszer. Erről csak ennyit. Aztán itt van a hengerünk. Ugye nem tudom, hogy látható-e, de ott a blokk beleér a felemlőbe. Úgyhogy nekem ezt itt ki kell munkálnom. Ezt meg itt ki lesz marva itt a blokk. Annyit fogok tenni, hogy vágok egy papírt erre. Átjelölöm a blokkra, aztán már lehet is szépen marni kifelé itt ezt a részt. Úgyhogy csinálom is. Na, vágtam is egy papírt, itt látható, ezeket kell itt kiszednem nekem. Nem megyek le teljesen, csak letöröm a sarkokat, aztán lényegében ennyi. El is készült, egy látható, ki lehet szedve faszán, úgyhogy most már szépen tud feláramlani nekünk a keverék. Na hát el is készültem mind a két oldallal. Szépen fel is lett csiszolva a felület, úgyhogy mehetnek fürödni az alkatrészek, és jöhet az összerakás. Harmadik rész ennyi lett volna. El kell mosni a blokkfeleket, meg az alkatrészeket, aztán jövök majd az összerakással. Meg még ugye tervezek esztergálni a lentkerékből, könnyíteni egy picit. Aztán a következő részben még már járni fog a gépezet. Gyári kipun, mert ugye rezót is fog kapni. Na, úgyhogy búcsúzom, szevasztok!